Egy nagy szervusz mindenkinek. Hello. Meglepődtetek, hogy nem vitt prókaszondva mi. Na, mi? Ez mi lesz akkor? Szerintem ez annyira megszokott dolog már, hogy megszokott dolog lesz majd a későbbiekben. Na szóval, hol tartunk mi most? Ez egy kézvlog. Ez egy kézvlog, és én még mindig Márk vagyok. Én meg Vipro, sziasztok. Ez a 2017-es, 18-as évértékelő, ergo a 200 videó előtti kis összesítés az évnek, hogy mi volt a Act 2-ben, a Game Mix-ben, meg velünk mi történt, meg ilyesmi. Jó, annyira részletesen nem számolunk be, de hogy van a to-do listám? Mindjárt megnézem. Nem? Nem a bevásárló lista? Az nem kell. Beköszönés, 200. videós bejelentés, MLG modafaka. Félek, hogy mi lesz. Figyelj, most trombitám. A tavaly nagyon túlzásba estem. Tavaly nagyon sokat dolgoztam azzal a szarra. Publikus lett a 100. videó! Most pedig szerintem nagyon le fogom egyszerűsíteni. Ja, igen. Az okay. Azért van ott. Várja, hol van? Ott van. Itt van. Igen. Ott. Marcik nem nézhetik. Na jó, csak vicceltem. Jó. Szervusz, Marci. Azt mondtam, a random szövegelés. Megvolt. Tényleges hasznos content és zenét rakjunk be. Jó. Mi történt az elmúlt egy évben? Hát kijött a 100. videó, örült mindenki, és sokan mi jöttetek. Mi a fasz? Nem én voltam. Merülőben van a kamera. De miért? Nem tudom, az előbb még 3 csík volt rajta, és most aztán 2, de hirtelen 1. Jó, mindegy, addig megyünk, ameddig megy. Hány plusz lejátszási lista van? Az a kérdésem. Most puskázott, mert nem készültem fel. Én tippelhetek? Tippelj. 5. 5. Na, Yoshi's Island belett fejezve, Splatoon, Sonic 3 Until Dawn, akkor Aladdin, a véleményezések, az eddig is volt mondjuk, csak ki lett egészig, ki lett bővítve a cucc, Livestream, az is egy külön lejátszási lista. Overwatch, Sam & Max és Kelly's Caves. Basszus, akkor túlmentünk közöttem, mert az így már legalább 8. Igen, nem számoltam amúgy, bár csak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, a Kirby's Dream Landet nem mondtam. 6, 7, 8, 9. 9 darab lejátszási lista, plusz a jubillám, mi ez 10. Az igen. Szokásos évértékelős metódusunkkal, amit tavaly beiktattam, szépen rangsoroljuk akkor a... hogy mi... mennyi... hogyan értékeljük akkor a sorozatokat. Az első szempontunk az, hogy melyik volt a legnépszerűbb sorozat. Ez... nem is kell ezt kérdezni. Az enyém, mivel én voltam annyira eltűnve, hogy kurva sokat dolgoztam ezeken, úgyhogy az enyém egyértelmű. Melyik volt a tied? Ja, nem tudom. Ja, a Sonic 3 & Knuckles végigjátszás az, ami a leghíresebb lesz. Sőt, mi több, az első része az fölment a top második videóra. Ami hány megtekintést jelent? Ami annyit jelent, kérlek szépen, hogy 329 megtekintésem van jelen pillanatban. Az... ja nem, a top 3 lecsúszott a harmadikra. Mert a What the Fuck negyedik epizódja, a Mario DOS, az beelőzte. Tényleg? Aha. Mario beelőzte Sonicot. Na, hát ez ciki. A legnépszerű az még mindig a 100. videó, úgyhogy remélhetőleg a 200-ban sem fogtok csalódni. De akkor a legnépszerűbb akkor Sonic 3 ennek. Ez tavaly is a Sonic volt a legnépszerűbb, úgyhogy ezen annyira nem lepődtem meg. Akkor... mi a következő? A leghosszabb sorozat melyik volt? Szerintem az Until Dawn. Igen, igen, az volt. Az szerintem is az egyik leghosszabb, még ha nem is voltam szerves része ugye a kivitelezésnek, de úgy látszódott, hogy az nyúlt a legtovább. Egy hétvége alatt 8 óra felvétel. És azt kellett beosztani összesen hány epizódra? Hány percenként? Azt hiszem 12 volt belőle, de mindjárt megnézem. Ja, nem, hülye vagyok, nem, 21 epizód volt, de nem tudta beelőzni a Yoshi's Island-et számokban legalábbis. Nem, sehogyan nem tudta beelőzni a Yoshi's Island-et. Oké, okay, szóval az még mindig a tavaly az még csapatja. Legegyénibb sorozat, hogy milyen, melyik volt az egyik legegyénibb az eddigiek között? Hát, Splatoonból volt eddig,
Sonic 3-ból is csináltak, Aladdinból, SNES-ből, abból nem tudom, hogy csináltak-e. Ilyen véleménykifejtés, meg hasonlóságok, azok voltak eddig is. A Vatapák sorozatom, az egy eléggé, vagyis a sorozat, az eléggé felfejlődött így a tavalyi évben, hogy egy ilyen lassan indult, és ahogyan érkeztek a érdekesebbnél érdekesebb játékok, akkor már egy picikét megtalálta a helyét a csatornán, hogy... Igen, de egyébként ez a jó, hogy minden csatornának van egy ilyen, hogy is mondjam, egyedi kivitelezésű szemszöge, ami alapján ilyen játékokra csinál valami végigjátszást vagy véleményezést, és itt jó, hogy helyet kapott olyan is, ami komolytalanabb, mert nem feltétlenül akartam, hogy komolytalan legyen, ez igen, így alakult. Igen, pont ezért vatt a fák, mert az ember csodálkozik rajta, hogy mi a fasz ez. Igen. Hát ja, nézzük csak tovább akkor. Ez eddig eléggé gyorsan haladunk, mit nem mondjak. Azt a küdös. A legkidolgozottabb sorozat. Melyikbe öltem bele a legtöbb energiát, leginformatívabb, legpoénosabb esetleg, meg... Ezt te tudod a legjobban. Ezt szerintem. Én tudom a legjobban szerintem is. Az Isten szerelmére. Na most nagyon vacilálok kettő dolog között. Most vagy a megint kettő voksot akartok nyomatni a Sonic 3 and Knuckles-re. Az több mint informatív volt, és ezt igazából egy-egyben toltam le, ahhoz képest nagyon, nagyon informatív volt. Poénok is voltak benne, de szerintem vagy a második, amire ténylegesen készültem is, az a szemennek szólt. De azt mindig is nagyon szeretted, úgyhogy még szép, hogy arra készültél. Hogy abban mi is terveztünk, csak hát technikai háttér hiányában nem igazán volt kivitelezve. Igen, de azért is akartam Petivel megcsinálni, mert ő abszolút... Egyrészt ő akart velem végigjátszást csinálni. Szia Peti, hogyha megnézed, minden bizonnyal megnézed, mert a kézolga miatt mindig megnézed, szava. Mert Petivel először valami másik játékkal akartunk volna játszani, csak aztán kérdeztem, hogy ismered a szemed megszett? Azt mondja, nem. Aztán van kedved hozzá? Van. Úgyhogy így alakult. Igen. Tö-tö-tö. Ja igen, a személyesnek vélt legjobb sorozat. Melyik volt? Nem tudom, hogy te mennyit néztél belőle. Mondtad, hogy a Kellys Kész 3-at azt annyira nem követted. Sőt, az a baj, mindig csak láttam, hogy feltetted, és éppen ezért nem néztem meg, mert már a végén láttam, hogy annyira idegesít, hogy nem tudom, hanyadik epizódnál jársz, hogy még mindig nem tudom mi az. És aztán nem is kommunikáltunk róla, és így csak utólag tudtam meg, hogy mi az. Úgyhogy nem követtem belőle semmit az égvilága. Aha. De nézzük csak. Splatoon, Sonic 3, Until Dawn, Aladdin, Kirby's Dream Land trilógia. Kirby nem fúj. Miért? Nagyon király. Tudod, hogy soha nem szerettem a Kirby-t. Tudom, hogy soha nem szeretted, de a Superstar-t azt megnézted. Na jó, az azért elég vagány, hogy egy golyóval bármit beszívhatsz, tehát... Oké. Okay. Tehát ezen az alapötleten elindulva szerintem az egyik legjobb játék valaha, de nem. Sam & Max, Kelly's Caves. A kézvlogok azok ilyen... azok így maradtak, amilyenek voltak. Azok eléggé, viszonylag eléggé népszerűek azok is. By the way. Legalábbis nem kapok róla sok visszajelzést, de sok megtekintés van rajta általában, és sok like is, úgyhogy gondolom, hogy a kézvlogokat azokat szeretitek. Amúgy tényleg nagyon viccen kívül nagyon sokan mondják azt, hogy mennyire ennél kreatívabb dolgot nem igazán láttak YouTube-on, hogy kézvlog, ki a fasz talál ki ilyet? Az a baj, hogy minden korszaknak megvan a maga egyedisége, meg fétise bizonyos kivitelezésekkel kapcsolatban, úgyhogy reméljük, hogy ezután senki nem fogja kitalálni sem a láb, meg a comb vlogot, mert akkor valószínűleg soha többet nem csinálok, és nem veszek el semmilyen videóban. Ami kézzel testrészekkel kapcsolatos. Hát figyelj, én azt tudom mondani, hogy a legjobb sorozatunk, azért mondom, hogy tunk, mert ez nem más, mint a livestreamek. Tényleg? Igen. Hát arra nem is gondoltam. Ez viccen kívül, szerintem ennél, hogy én büdös életben livestreameltem, és mindegyik livestream, akármennyit csináltunk, borzasztóan sokan nézték, borzasztóan sokan követték, és nagyon sok értelmes kommentet kaptunk így a live igen. alatt. Még annak ellenére is, hogy én nagyon szeretem a livestreameket, pont azért, mert nagyon spontán, és mert iszonyat sok hülyeséget össze lehet olyankor hordani, és akár egy olyan játékot is kevésbé lehet komolyan venni, ami amúgy félelmetes, mint az Outlast 2.
És ez például pont az volt jó, hogy egyszerre voltam beteg, egyszerre voltam hülye, és ezt így kombinálva, hogy biztos, hogy 10 másodpercenként egyet köhintettem, nem ment annak a minőségnek a rovására, hogy egyrészt élvezzük a játékot, másrészt, hogy mások is megnézzék. És pont ezért lett kurva jó. Olyan természetes lett. Ja. Bárki köhöghet videóba, tehát az ez én amúgy van. Ja, meg a lélegzetvételeket sem lehet kivágni belőle. Ja, szóval ne tiltsátok meg a lélegzetvételt, létszik az. Hát, na jó van. Igazából ez volt a tavalyi 5 darab szempont, ami miatt értékeltem ezeket, de kitalálhatunk akár újakat is, például... Tudja a fene. Legrosszabbat nem akarok legrosszabb sorozatot mondani. Legrosszabbat nem. Én arra gondoltam, hogy azon kívül, hogy a saját, vagy hát inkább főként túlnyomó rész a te munkásságodról beszélnénk, arról is beszéljünk, hogy mostanában nagyon nagy téma az, hogy miben fejlődtek a csatornák. És éppen ezért akarom szóba hozni azt, hogy ugye most itt hever az asztalon pár játék, illetve ez a voltekes papír. Vannak terveink. Igen, hogy vannak terveink, persze nem feltétlenül ezzel, mert a Fallout ez egy végtelenségi játszható játék, de vannak terveink, és mivel nagyon szeretem a Falloutnak magának az egésznek ezt az epilógiáját, meg a mindenfélét, amiből így összeáll a történeti eszenciáját, ezért erről nagyon jó lenne beszélni hasonlóan ahhoz a csatornához, ami nemrég jött létre, és nézzétek, mert nagyon jó, az pedig a miről szól. Ó, ezt most promóciót hallottunk? Hát figyelj, akár igen. Annyira jó, hogy nem lehet nem kihagyni, hogy elmondjam, az egy nagyon jó csatorna. És pont ezért a Voltekről jutott eszembe. És pont ezért gondoltam azt, hogy ha a Fallout-bal ugyan végigjátszás nem lesz, ami tényleg egyszerűen végtelenség nyomható lenne, szerintem az egy olyan játék, ami, aki, hogyha ismeri a sorozatot, abból egy livestream, az nagyon jó. És ott például nagyon sokat lehet ezekről magyarázni, hogy mi miért van. Pont a Voltaknak a története, ami azon a csatornán is részt vesz, meg egy csomó minden más. Miben alakult át a perkrendszer, ami itt is található azon a szép papíron. Nekem annyira még mindig nem tetszik a speciál egyébként azóta. Na mindegy, ez már más kérdés. Last of Us. A Last of Us. Hol van? Itt van. Hát van. Bizony. Már megcsináltuk. Bizony. Nem baj, hogy tök régóta volt ígérve, de kibírtam. Én is kibírtam, hogy egyszer se nyúljak hozzá, kivéve a multiplayerhez. Tehát a multiplayerrel elég sokat játszottam. Majd a sorozatban. Mert volt livestream. Igen, de 200. videó után majd. Lesznek itt dolgok. Itt is az van, hogy több mint 200 Game of the Year díjat nyert. Úgyhogy a 200-os mindenhol ott. Az anyja, hogy hol szerezett annyi ízét 200 Game of the Year-et, meg az anyja faszát. Hát gondolom ezeken a Gamescom, E3, mindenféle évértékelős. Náluk is vannak ilyen szarságok. Nem tudom, hogy van pontosan, de mindenféle díjat megnyert. Ami viszont még újdonság volt a csatornán, hogy most már elkezdődtek az abszolút párossával nem szóló végigjátszásokra gondol. Például az Until Dawn, az de viszonylag újdonság volt Tibivel együtt, és a Seven Max is Petivel. És itt kihangsúlyoznám azt, hogy azért kapnak egyre nagyobb teret, mert szerencsére a Sony jó voltában megvásároltam a konzoljukat, úgyhogy ez már a legutóbbi videóban is volt említve, és így még több exkluzívra tehetünk szert. És igaz, hogy késve, de olyan sorozatok is megjelennek, ami minden közönséget érdekelhet, és kurva jó lesz. Az biztos. Te is sorra kerülsz ám a végigjátszások tekintetében, mint ahogy az előbb talán rá is jöttetek, de nem úszod meg. Már hogyan? Hát az, hogy te is benne leszel. Hát benne leszek, most is itt vagyok. Oké. Okay. De én rendes sorozatra céloztam. Barátokkal. Dajban. Overwatch-on nem nincs itt mondanom igazából. Megvettem a konzolvilágot, geci. Ja. Ja, jó. Hát akkor ennyi, most már csak köszönés van. Elköszönés tenyérrel. Nem már. Aha. Én még valamit akartam mondani. Hát mit akarsz mondani? Nem mondjad. Tudom, de tök jó beszélgetni. Nem szoktam emberekkel interakcióba lépni. Na jó, csak vicceltem. Na. Mit akartam? Valamit akartam. Nem tudom. De úgy siessél, hogy merül a kamera. Merüljön? Hát figyelj, akkor maximum... Várj, akkor... Sziasztok! Hello! Ja, most elköszöntünk? Ja, jó. Ez a Brandenburgi találkozónak az utó ünnepsége volt. De tényleg, nekem már nincsen mit mondanom, úgyhogy...
Azt hiszem egyelőre én is kifulladtam a túl bonyolítandó mondandóimat. Oké, akkor mostantól, mivel hogy többen vagyunk, mint tavaly, legalábbis a 100. videó után eléggé sok új követő érkezett, akik eléggé normálisak és hűségesek is, úgyhogy én csipázom őket, nem kicsit, de nagyon. Én is, főleg azokat, akik a streameknél is megszoktak jelenni. Az biztos. Akik az én csatornámmal is megszoktak jelenni, meg ennél a csatornánál is megszoktak jelenni, és mindig követnek minket, ahogy megkapják az értesítést. Úgyhogy ti is írjátok le a véleményeiteket, hogy mennyire értetek el egyet ezzel a évértékelővel, illetve a ti kedvenceiteket is elmondhatjátok, hogy nektek mi tetszett a legjobban. Meg hogy osszátok meg ilyesmit. Ja, és a legfontosabb, hogy zene. Zene, az lesz. Nem. Nagyon van. Nagyon elég volt. Oké. Okay. Akkor szerbusztok. Sziasztok. Találkozunk a 200. videóban. Várjál!